Ámbár fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván örök üdvösség szerzőjelet mindazokra nézve, akik néki engedelmeskednek. A zsidókhoz írt levél 5. fejezet 8. és 9. versét olvastam fel szoros folytatásaként a tegnap felidézett 7. versnek, amely tehát úgy kezdődik, hogy Jézust tekintsük, szemléljük az ő testének napjaiban, ugyanolyan emberi természetet örökölt, mint mi Ádámnak a bűneset utáni természetét, mert ha az azelőtti természetét örökölte volna, hogyan lehetne megváltója annak az emberi nemnek, amely Ádám és Évától fogva mindannyian egy gyenge emberi természetet hordozva tele belső, belülről is felhangzó kísértésekkel kell, hogy megszenvedje, megküzdje az ember életet. Csak olyan megváltót kaphatunk, amely vállalta ezt a hátrányt, amit mi magunkra zúdítottunk azzal, hogy beengedtük a világba a rosszat, és ő könyörgéssel, esedezéssel, erős kiáltással, könyhullatása, és nem csak a getsemánéban, egész életének ez a kulcs, amit itt Pálapostól kifejez, járult Istenhez, ahhoz a mennyei atyához, aki képes mindenkit megszabadítani a halálból. Értsük ezen azt, hogy már itt a földön ne kövessünk el bűnöket, vagy hogyha elkövettük, őszintén bánjuk meg, és Jézus áldozat által, ezáltal tegyük semmisé ezeket a bűnöket, és az Isten félelem, ami tehát nem csak a Isten követése, de a rossz gyűlölését is magába foglalja, többször val a Biblia az Isten félelem, mivel lételő, és mindig így hogy a bölcsesség kezdete az úrnak félelme, és az értelem a gonosztól való eltávozás, a gonosz gyűlése. És ezért folytatódik igehelyünk ezzel, hogy ám bár fiú, bár Isten fia volt, de soha nem bízhatta el magát, hogy ő Isten fia volt. Miért nem? Hát mert felvette az emberi természetet. Az emberi természet olyan volt benne, mint egy állandóan ott ketyegő bomba, hogyha egy érintésre, ha, ha azt az érintést már fel is robbanhat, és ha egyetlen egy bűnt elkövet, már nem lehet megváltó óriási tétje volt ennek a küzdelemnek, ám fiú neki is meg kellett tanulni azokból, amiket szenvedett az engedelmességet. Mint mintha összesűrűsödnék egész hónapi témánk, hiszen mondtuk, hogy a tökéletesség az irgalmasság, teljes együttérzés, a tökéletesség az engedelmesség, teljes odaszánás, a tökéletesség fedhetetlenség, aki Isten követi, azzal az igazságossággal, Istentől gyert világossággal és akarat erővel kövess, amit Isten ajándékkép ad nekünk, és Isten megadta az ő fiának is ajándékkép a Szentélek által, és ezért mondja, hogy megtanulta azokból, amiket szenvedett az engedelmességet, és tökéletességre jutván. Tehát nem eleve volt tökéletes, hogy sok ember elgondolja, hogy bár bocsánat a kifejezésére, hogy Jézus jött, látott és győzött. Hát könnyű volt neki, mert Isten fia volt. Igen, Isten fia volt ebből a szempontból, hogy a gondolkodása tökéletes volt. Neki nem kellett megmondani, hogy mi a jó és rossz kötti különbség. Neki nem kellett olyan megtérésre jutni, mint nekünk, ami után tudjuk már végre, hogy mi a jó és rossz kötti különbség. De ő neki is tökéletességgel kellett jutnia, miben? a napi küzdelme komolyan vételében, hogy minden nap kereste, nem csak értelmében, mert ott már hordozta is az Isten akaratát, de kereste imádságban, az Istennel való egyé válásában azt a pontos és tökéletes akaratot, azt a keskeny utat, amelyen neki járni kell. Tökéletességre jutván. Tehát Jézusnak is tökéletességre kellett jutnia a szenvedésekkel, a küzdelmei által. Ugyanaz volt a, az élete, mint amilyen, illetve a mi életünk is ugyanaz lehet, ami az övé ha mi is a tökéletességet tesszük célunká, mint egyetemes emberi célt, igen, tökéletességet követelünk a hétköznapokban a mesteremberektől, a munkásoktól, hogy valamit, amit elvégeznek, az jó legyen, erkölcsi értelemben és soha ne vágjál vissza, adjál az ellenségeidnek is valami jót, valami kézzel kézzelfoghatót, és tökéletességre jutván mondja Jézusról, örök üdvösség szerzője lett, te kikre nézve, akik néki engedelmeskedtek. Jézus engedelmeskedett az Isten akaratának, az útja lefelé menő út volt a keresztfa haláláig, mi engedelmeskedhetünk Krisztus akaratának és a mi utunk fölfelé vezető út, mert kicsoda tartózkodhat a te sátorodban, kicsoda lakozhatik a szent hegyeden aki Jézus Krisztussal küzd, és tökéletességre is jut. Legyetek tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok tökéletes, legyetek irgalmasok, hogy ti is irgalmasságot nyerjetek.